Idén tovább nőtt a szakképzésben jelentkező nyolcadikosok száma. A középfokú oktatásban tovább tanulók csak nem kétharmada a megújuló szakképzést választotta. Ez azt jelenti, hogy ősztől közel 34 ezer diák kezdi meg a tanulmányait az új rendszerben. Ez sokkal nagyobb szám, mint az előző másfél évtizedben bármikor, tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében. A megújult szakképzés részeként Magyarországon 5 éves technikumi rendszert vezettek be. Számos piacképes szakmát lehet így megszerezni, ráadásul a képzés végén érettségit szereznek a diákok. Ugyanazokból az érettségi tárgyakból kell érettségit tegyen, mint a gimnazista. 12. év végén 3 tantárgyból tehet közismereti tárgyból előrehozott érettségit, majd a 13. év végén kell letegye a technikusi vizsgát. Én azt gondolom, hogy ezáltal lényegesen egyenletesebbé válik minden tanulónak a terhelése. A technikumi oklevél egyébként emelt szintű érettségének is számít, ami előny a felsőfokú képzés bejelentkezés során, mondta az igazgató. Ráadásul az 5 év során megszerzett ismeretek birtokában a felsőoktatási időszak is lerövidülhet. Ezen túl az 5 év során biztos nyelvtudásra is szert tesznek a technikumban tanulók, ami a cégek részéről gyakran megfogalmazódó igény a munkavállalók felé, mondta el Csapó Gábor. A következő tanévtől egyébként teljesítményük alapján a diákok is többletjuttatást kapnak az új ösztöndíjak formájában. A kezdetén 8000 forintos ösztöndíjat fog kapni, majd mikor a duális partnerekhez kerülnek a tanulók, akkor ez már korrekt munkabérre fog alakulni, és hát fog kapni egy egyszeri sikerdíjat akkor, amikor végez a tanuló és leteszi sikeresen a szakmai vizsgáját. Ennek összege egyszeri akár 300 ezer forint is lehet. A sikerdíj összege szintén a tanulmányi eredménytől és a munkavégzés minőségétől függ majd. Csapó Gábor azt is elmondta, a most érettségizők is jelentkezhetnek technikumi képzésre, nekik 2 évet kell tanulniuk, hogy megszerezzék ugyanezeket a végzettségeket. Sőt, még a jelenleg dolgozók is jelentkezhetnek technikumi képzésre. Újdonság, hogy a korábbi ismereteiket beszámítják majd a képzésbe, továbbá rugalmas módon munkához igazodva szerezhetik meg a technikusi oklevelet. Csapó Gábor elmondta, intézményükben vannak még szabad helyek, így a következő hetekben lehet még a technikumba jelentkezni. További információt a Szekszárdi Szakképzési Centrum honlapján lehet találni.